Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts velünk az úton ma is! Nekem ez soha nem sikerül, biztos elhangzott már ez a mondat a szátokból, de mi lenne, ha azt mondanátok, hogy ez most nem sikerült? Mai vendégünk Szánti Dominika és hála gondolkodó, és a pozitív pszichológiáról fogunk beszélgetni vele. Üdvözlünk nálunk! Sziasztok! Szia Dominika, szuper volt a hála gondolkodás adás is. Jó, köszönöm, imádtam én is. Viszont most egy kicsit a pozitív pszichológiáról, illetve hát erről a mondatról, ahogy Anita felvezette az adást. Mi a különbség a két mondat között? Az egyik nagyon lényeges különbség, hogy a soha nem sikerül, azt általánosítjuk, és az egész énünkre kivetítjük, hogy és ezáltal az önértéktudatunkat romboljuk, holott ha csak azt realizálnánk, hogy oké, ez most nem sikerült, akkor azt le tudnánk zárni, hogy ez most nem sikerült, de az erőt adna ahhoz, hogy újra megpróbáljam, és lehet, hogy a következő sikerülni fog. Úgyhogy az a gondolati tartalom, az például a küzdőképességünket adhat hozzá, vagy ahhoz az energiához, hogy hogyan állunk újból neki adott esetben, ha az akkor épp nem sikerült. Tehát mondjuk, ha 27-szer nem sikerül, az nem azt jelenti, hogy nekem soha nem sikerül, hanem hát lehet 28-adjára is. Egy ilyen teleredés mondat egyébként, hogy hát hogy is volt pontosan, most nem tudom, viszont az a lényege, hogy 9 rossz ötletem volt, és akkor a 11-dik, nem is tudom pontosan mi volt. Hát ez most belesültem, de nem mindegy, baj, biztos, hogy a 11-dik viszont nekem a hidrogénbomba volt. Az, ahogy mondod, a 11-dik a hidrogénbomba, ahogy mondja. Ez nekem most nem sikerül. Na? Tehát, hogy mi lett volna, azt mondja mindig, hogy nekem ez sosem sikerül. Tehát hát biztos igen. Nem ezt mondta telleredesem. Meg Edison se, aki ugye tartja a legtöbb szabadalom világrekordját, és hát jó, persze megpróbált egy csomó mindent csinálni, hol sikerült, hol nem. Igen, mondjuk érdemes elgondolkodni, hogyha attól függ, hogy mennyire vagyunk drive-olva, őket valószínűleg nagyon, nagyon ez a maguk a hivatásuk, meg az, hogy megtalálják az adott kérdésre a választ, az teljesen vitte őket, hogy újra és újra nekiálljanak. És igen, hogyha tudnak így gondolkodni, bár azért megnézném az ő gondolkodási struktúrájukat, mert érdekes lehetne, de a mindennapi ember számára, aki mondjuk nem a Nobel-díjra ácsingózik, annak viszont az egészsége, illetve a napi élethez való hozzásegítési miatt fontos az, hogy ezt hogyan mondjuk. És ha 28-szor nem sikerül, akkor érdemes elgondolkodni, hogy ez most azért nem sikerül, mert nem akarom igazán, vagy még nem tartok ott, mert az is tökre rendben van, ha még nem tartunk ott. De amikor azt mondjuk, hogy én sose találok parkolóhelyet a dugóban, akkor az mondjuk tényleg egy olyan folyamatot gerjeszt, hogy tényleg soha nem fogunk találni, vagy gerjeszthet, ez nem igazságok, hanem gerjeszthet egy olyan folyamatot, hogy tényleg soha nem is találunk, és van, aki tényleg biztos ismertek olyan embert. Én mindig. Te mindig találsz, fogadod. Igen, én mindig ezt mondom, én mindig szoktam, most itt lesz, figyeljetek meg, és ott van. Tök jó. Igen, mert ha meg pozitívra használjuk azt, hogyha pozitív gondolatunk van magunkról, és ha mindig sikerül valami, akkor viszont meg érdemes ezt megtartani. Azt nem kell lecserélni, hogy ez most sikerült, hanem az, ha pozitív, tehát a negatív tartalmat gondolunk magunkról, és akár a hallgatók is kipróbálhatják ezt a mondatot, hogy ez soha nem sikerül, vagy soha nem tudom megcsinálni, azt kicserélni egy-két héten, ha nyakon csípik ezt a gondolatot, kicserélni arra, hogy ez most nem sikerült, vagy ezt most... Keressük meg azt a mantrát az életünkben. Nyilván mindenki, hogyha nagyon kutakodik, akkor talál egy ehhez hasonló mondatot, amit mondjuk szokott mondani, azt nyugodtan lecserélheti, vagy meg kell próbálni. Vagy lehet az is, hogy ebben, például úgy is működünk mi emberek sok esetben, hogy ha valami akár a munkában nem sikerül, akkor azt mondjuk, hogy ebben nem vagyok jó. Uh-huh. És az lehet, hogy akkor azt gondoljuk, hogy ez a tulajdonságom már a magánéletben sem tud érvényesülni, holott ez egy egészen más környezet, úgyhogy az is fontos, hogy
ebben most nem vagyok jó itt a munkában. Tehát minél, hogyha negatívban gondolkodunk, minél inkább zárjuk le az adott negatív gondolatot csak arra a szituációra és csak akkorra, és ha meg jó gondolataink vannak magunkról, akkor meg tényleg szélesítsük, és mondjuk, hogy én ebben is jó vagyok, és akkor már abban is jó leszek, mert ez tényleg így működik, hogy tudunk ezáltal hatással lenni saját magunk a gondolatainkra is, ezáltal ugye az érzéseinkre is. Persze, aztán óvatos, hogy át ne esünk a ló túloldalára, hogy én mindenben rohadt jó vagyok. Nem, és a vakmerőség, igen, ez tök, mindenhol a realitás, a reális, reális optimizmus. A reális gondolkodás, optimizmus. Ugye úgy fogalmaztál adás előtt, hogy a pozitív pszichológia, a reális gondolkodás, a reális élet pszichológiája, és nem összetévesztendő a pozitív gondolkodással. Ez tök jó, hogy mondod, és hogy felhozod, mert ugye nagyon sok bélyeget kap, kicsit hányattatott sorshoz, hogy a pozitív benne van a pozitív pszichológiába, mert most ugye vannak az önsegítő könyvek rengeteg, és ebből üzleti lett, úgyhogy ne keverjük össze azzal, hogy mindig gondoljunk jót és pozitívan, mert pontosan, tehát a pozitív pszichológia azért a reális élet pszichológiája, mert nagyon is helyén valónak tartja a negatív érzéseket, hogyha frusztráltak vagyunk, akkor az valamiért van, hogy abból ki kell lépni, vagy ha undort érzünk, akkor azért, mert az valamiért nem jó a szervezetünknek az, amit meg akarunk enni, vagy azért is lehetnek negatív érzéseink, hogy védjük az integritásunkat, viszont ezzel tisztában kell lenni, hogy vannak és kellenek is, és emellé hozza a pozitív érzéseket, hogy oké, ha ez van, akkor mit tehetünk azért, hogy az mégis egy normálisan, reálisan egészséges életet tudjunk élni, amellett, hogy mindig, minden nap, minden ember életében lesznek rosszak, és a pozitív pszichológia az onnan is indult ki, hogy a 2000-es évek előtt a pszichológia csak azt kutatta, hogy a beteg lelket hogyan lehet gyógyítani, és akkor kezdtek el azon gondolkodni, hogy de miért nem foglalkoznak azzal, hogy aki küzdőképes, aki teljesítőképes, aki hosszú távon is képes egészségben tartani saját magát, annak vajon kevesebb a gondja? Nem, hanem csak van valami olyan szer, vagy olyan megküzdési stratégia esetleg. Igen, tök jó, hogy mondod, amire, és akkor ezen indultak el a kutatások, hogy akkor mi lehet az, minek mi a szerepe az életünkben. Miért van például pozitív érzés? Mert korábban azt hitték, hogy ez csak egy haba tortán, a pozitív érzés, hogy tök jó, hogy örülünk, meg vidámak vagyunk, meg ihlet, meg kíváncsiság, érdeklődés, de miért? És akkor kezdtek el rájönni arra, hogy annak pont az a szerepe, hogy ezeket a negatív érzéseket, amit tényleg belénk van evolúciósan égetve, és nagyon fontos, eszenciális lesz az életünknek, de hogy azt ki tudja egyenlíteni. Mérleg mindkét nyelvében legyen pakolva. Igen. És hát ez számunkra is fontos, hogy a mérleg mindkét nyelvében nyugodtan pakolhatunk, egyiknek sem kell a másikat legyőznie. De Dominika, vannak olyan módszerek, amivel segíthetjük a pozitív serpenyőt egy picit hangsúlyosabbá tenni? Abszolút. Ugye Barbara Fredrickson az, aki lekutatott azt a 9 érzést, van 9 érzés, ami testi mintázatban is elválasztható, elkülöníthető egymással, 9 pozitív érzés, amit hogyha érzünk, akkor abszolút a mérleget el tudjuk billenteni, vagy tudjuk egyensúlyozni. És például ugye múlt adásban, vagy a korábbi adásban a hála gyakorlat az, ami abszolút tudom javasolni, hogy valahova ezt az 1 percet építsük be az életünkbe, hogy 3-5-10 dologért hálásak vagyunk, vagy az, hogy a büszkeségeinket egyrészt gondolkodjunk. Én például este, ugye reggel adok hálát, este az az egyik szokásom, hogy lefekvés előtt elmondok 3-5 olyan dolgot, amire aznap büszke vagyok. És tényleg egy olyan banálisnak tűnő dolgokat szoktam, hogy ma képes voltam megfőzni az ebédet, mondjuk, mert lehet, hogy valami olyat választottam, ami nagy dolog, de nagyon apróságokért is, és szerintem mi úgy vagyunk nevelve, leginkább mi magyarok sokszor, vagy azt érzem, mert külföldi csoportokkal is a szakmám során kerülök kapcsolatban, mi úgy vagyunk nevelve, hogy a büszkeség az öndicséret, meg a büszkeség, az büdös, és nem is gondolunk arra, hogy meg kéne veregetnem a vállamat, hogy ezt is jól csináltam, és tök jó, és elmesélni másoknak, úgyhogy ez az például javasolni tudom, hogy egyrészt magunknak is listázzuk, akár mint egy hálalistát a büszkeségeket, vagy az örömeinket osszuk meg a másikkal, mert az az érdekes a pozitív pszichológiában, és ahogy mi működünk emberek, hogy ha velem történik valami jó, örülök neki, akkor ugye megjelennek a testemben azok az oxitocin, az endorfin, és mi úgy vagyunk emberek összerakva, hogyha én ezt elmesélem neked, akkor egy bizonyos időt, hogy eltöltünk egy kis időt egymással, akkor a te
testedben is elkezd az a mintázat. És erről eszembe jött az oxitocin hormonról, ugye ez a kötődés hormon, ez termelődik az anyák szervezetében is, amikor ugye megszületik a babájuk, és képzeljétek el, hogy erre is vannak olyan kutatások, hogy mondjuk random, ismeretlen embereket ismertettek össze, egy kapocsal, például, hogyha a Dominika azt mondta, hogy neked is van egy labrador kutyusod, és tök szereted, nekem is van egy labrador kutyusom, onnantól kezdve lett köztünk egy pici kötődés, rád raknak egy pulzusmérőt, és neked mondjuk 2 percen keresztül futnod kell a pulzusmérővel, és megvizsgálták, hogy ebben az esetben nekem is ugyanúgy emelkedne a pulzusom, azért, mert összekötött minket egy dolog. Tehát és ez az oxitocin hormon termelődése már ilyen szinten is megmutatkozik, és nagyon érdekes. Tehát ehhez kapcsolódóan, amit te is mondtál, hogy jó hatással vagyunk egymásra, hogyha pozitív érzéseket hordozunk, akkor hát ez generálja. Igen, bátran osszuk meg egymással, és gondoljunk arra, hogy amikor én elmesélem a társamnak, vagy akár egy idegennek, amennyire persze olyan témákat, amit lehet idegennel is megbeszélni, az nem csak nekem jó, hanem a másik embernek is jó, és az egymás örömében való osztozás, az nem egy olyan dolog, hogy ez a szabad, és csináljuk, és saját magunknak tehetünk róla a büszkeségekkel egyaránt, és ugye az egymás iránti figyelem is egy olyan, most eszembe jutott, mert gondolkodtam, mikor jöttem idefele, hogy milyen gyakorlatokat alkalmazok én is. Úgy vagyunk, szerintem, vagy nagyon sokan vagyunk úgy, hogy bele vagyunk feledkezve a saját életünkbe, és nem látjuk igazán a másikat, akár a pénztáros a boltban, akár aki kiszolgál, akár a buszon ülőt, akinek át kellene adni a helyet, de hogy azt is gyakorolhatjuk, hogy hogyan lehet kitágítani a figyelmünket, és kicsit nyitottabban nem csak nézni a másikat, hanem valójában látni is az embert, hogyha egy olyan kérdést feltenni, amire, ja, és képzeljétek el, most eszembe jutott egy történet, egyszer reggel járok edzeni, és egy trolibuszon utaztam, és olyan szűk utcán vezetett a trolibusz sofőr, és ki kellett kerülni még egyébként a pékárus autót, meg minden másik autót, és megdicsértem a végén, mondtam neki, hogy eredetesen egy hölgy volt, és megdicsértem, hogy azt, hogy én ezt mennyire felnézek erre, hogy ilyen ügyesen vezeti ezt a trolibuszt, és egy olyan hihetetlen dolog történt, akkor kiszállt a végállomáson szálltam le, kiszállt a vezető fülkéből, és egy nagyon érezhetően kedves köszönést intézett az egyik utas felé. És akkor én erről írtam egy blogposztot, hogy szeretném azt hinni, aztán nem biztos, de szeretném azt hinni, hogy az én bókom, vagy az én kedvességem volt ilyen ragadós, és ment tovább az életben. És képzeljétek el, hogy kikerült az írásom az Indexre, és rám írt a trolibusz vezető hölgy, hogy tényleg nagyon jól esett neki, és hogy ez fantasztikus, visszajött hozzád. Igen, és ez egy annyira, szóval csak buzdítani tudlak benneteket is, hogy adjunk visszajelzéseket egymásnak, ha látunk jót, szépet is. Én is szoktam mondani, megdicsérni a másikat, mert akár tényleg pénztáros, hogy jó valami cuccra. Erről, hogy megdicsérted a buszsofőrt, és akkor azt utána valakinek nagyon kedvesen köszönt, erről meg nekem egyből az jutott eszembe, hogyha mondjuk, mert hogy éppen kocsival vagyok a dugóban, és valaki beenged, mert mondjuk sávot kell váltanom, és beengednek, általában tök gyorsan beengedett valaki, akkor én is következő egy percen belül biztos, hogy beengedek valakit. És kicsit ez egy ilyen tudattalan folyamat, nyilván, hogy haladjunk, de hogy azáltal, hogy engem mondjuk 20-an nem engedtek be, akkor lehet, hogy utána, hogy bekerülök, én is úgy gondolom, de hogy jössz be ide, hát várd ki a sorodat. Viszont, hogyha ugye előzékenyek velem is, akkor én magam is előzékeny leszek. Tehát, hogy ezek is ilyen apró dolgok. Ha te kedves vagy valakivel, akkor lehet, hogy ő is kedves lesz utána valakivel, és ezek ilyen szép láncreakciók tudnak lenni. Ugyanez, hogyha belerúgsz a kutyába, akkor tehát, hogy amit szoktak mondani, soha senki ne ugrjon kutyába, kérlek. De hogy ugye ezt szokták mondani, hogyha valami probléma van a főnökkel, akkor hazamegy a fickó, akkor az asszonnyal kiabál, az asszony a gyerekkel, a gyerek meg a kutyán vezeti le a végén. Tehát, hogy ez egy negatív reakció. Ez egy reakció, gyönyörű láncreakció, igen, csináljuk ezt pozitívba. Forgatni. Akit érdekel a pozitív pszichológia, annak milyen könyvet, blogot, vagy akár applikációt ajánlanál, amit érdemes kipróbálnia? A Barbara Fredricksonnak van 2 nagyon fontos könyve, a Positivity az egyik, a másik a Love 2.0, és ott olyan gyakorlatokat is ő is ír, Loving Kindness meditáció, az például ez a nevezetű meditáció, hogy Loving Kindness meditáció, ez tőle származik, és ír a testi folyamatokról is, hogyha ezt a 9 érzést, amit említettem már, meg tudjátok élni, akkor az hogyan segíti az életeteket, milyen gyakorlatokkal lehet azt megélni. Például ez a 2. Illetve ugye a pozitív pszichológia atya az Martin Seligman, illetve Csíkszentmihályi professzor úr, képzeljétek ugye a flow elméletével, úgyhogy érdemes a flowba is kicsit beleásni magatokat, meg a Martin Seligmannak például az Autentikus életöröm című könyve,
És amire tudlak benneteket pusztítani, hogyha érdekel nagyon a téma, Barbara, akiről már meséltem, ő nekem egy olyan ikon, mint egy rockstar, és Magyarországra látogat, mert ugye mi a Skitugó céggel non-profit módon 2 évente megszervezzük a pozitív pszichológia konferenciát, és ugye mi ugye az üzletben tartunk ilyen módszerekkel, a pozitív pszichológia módszereivel, soft skill, workshop, vezetőfejlesztésű képzéseket, viszont ezen a konferencián szeretnénk összehozni mind a tudományt, mind az oktatást, mind az egészségügy és az üzleti ezt a 4 szekciót vagy szférát, hogy hogyan lehet a különböző területeken a pozitív pszichológia felfedezéseit alkalmazni. Úgyhogy mikor lesz a konferencia? November 9. És itt lesz akkor Barbara is. Barbara Fredrickson elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy újjongani tudnék. Hálás vagyok. Abszolút hálás vagyok, és biztos, hogy rengeteg közös fotót fogok vele készíteni, és lehet, hogy barbarás pólóba megyek, úgyhogy abszolút én tudom. Én így voltam Deneri Elivel, egy viselkedéskutató közgazdász. Ariely? Igen, Deneri Eli, amikor itt volt Pesten, akkor én az első között voltam, hogy mentem selfie csináltatni vele. Meg veletet, tudlak érteni. Igen, na, tehát kinek mi a rockstar, vagy ki a rockstar. De említetted Barbarát, hogy 9 érzelmet azonosított, igen? Ugye ezt vele kapcsolatban? Igen. Elmondod ezt a 9 érzelmet, és nézzük már meg, hogy lehet előhívni. Jó, akkor az öröm, okay. A vidámság, most elmondom mind a 9-et, okay. Jó? Az öröm, okay. A vidámság, a derű, az ihlet, az inspiráció, az érdeklődés, a büszkeség, a hála, és 8-at számolok, a 9-et. Majd megtaláljuk a 9-et. Szeretet. A szeretet, képzeld el, az egy, ez tök jó, hogy mondom, mert ugye a Love 2.0, az konkrétan arról szól, hogy a szeretet az különböző érzelmeknek az összessége. Szóval ez egy annyira átfogó. Komplex. Aha. Komplex, tehát akkor érzel, ha szeretsz valakit, akkor érezhetsz egyszerre örömöt, derűt, mert ugye a derű is például a kísérő érzése. A kíváncsiság az nem lehet az? A kíváncsiság, érdeklődés, az abszolút az. Uh-huh. Lehet, tök jó, hogy mondod, de a kíváncsiság is benne van. Most talán a 9-et éppen nem mondom meg, de ugye ami... Nem baj, nézzük végig aztán, hát ha megvan, de meg fogjuk találni ezt a 9-et, és benne lesz a podcast blogjában is. Jó, a hála az, amiről már ugye a gyakorlatot mondtam, és abszolút csak búztítani tudom a hallgatókat és mindenkit, hogy ezt gyakorolja. Akkor a büszkeség az, hogy mi magunkban is listázzuk, hogy mi az, ami nekünk az értékünket adja, és akár egy munkahelyen, most csak munkahelyi példát tudok lévén, hogy nagyon sok üzleti emberrel találkozom, hogy hogyan tudja például egy vezető azt kifejezni, hogy büszke a munkatársaira, vagy hogy egymásra büszke legyenek a munkatársak. Milyen felületek vannak erre például egy hát meg, hogy egymásra legyünk büszkék, mert igen. Hogy családtagjainkra, párunkra, a gyerekünkre, tehát hogy fejezhetjük ki nekik, hogy mi büszkék vagyunk valamiért, vagy ők magunk büszkék, nem? Vagy akkor ez is egy fontos? Abszolút fontos, és itt pedig felelőssége annak, akivel történik, hogy elmondja, és hogy tényleg büszkélkedjen vele, minden rossz mellékzönge nélkül kell mesélnünk arról, hogy képzeld, én ma ezt csináltam, és megadni saját magunknak is, illetve a másik embernek is, hogy ő is büszke lehessen rám, és ugye az érzés akkor ott van mind a kettőnkben. Aztán az örömérzés, az igazából bármi, hogyha meglepetés ér minket, vagy ez nagyon, nagyon sokféleképpen, az öröm és a vidámság az sokféleképpen előhozható, tényleg egy közös mém, vagy egy vicc, vagy bármi az, ami előhozza bennünk ezt az érzelmet. A kíváncsiság, érdeklődés az szintén akár, hogyha egy meglepetés van, akkor bennünk van az a kíváncsiság, vagy adott esetben, hogyha valamilyen kihívás előtt állunk, akkor bennünk lehet, hogyha nem vagyunk nagyon frusztráltak, az a kíváncsiság, hogy na, én most ezt hogy fogom megoldani. És már is más érzéssel állunk neki egy pont. Nehézségnek. Hogyha ezt az érzést tudjuk, hogy hát ez egy kaland, lehet, hogy nem tudom, hogy fog sikerülni, de ez egy kaland, és kíváncsian várom az eredményt, hogy akkor hogyan fog alakulni. Szabad ne feled csak a kíváncsisághoz, hogy pont ezt szerettem volna hozzá kötni, hogy amikor egy megmérettetés előtt állunk, legyen az egy előadás, egy felelés, egy megmérettetés, egy tárgyalás, stb. Hogyha nem azt gondoljuk, hogy, vagy nem azt gondoljuk előtte, hogy úristen, hát tiszta frusztrált vagyok, tiszta stressz vagyok tőle, hanem hát nagyon izgatott vagyok, nagyon kíváncsi, hogy vajon ebből mi lesz. Tehát, hogy már ez is megváltoztatja a nézőpontunkat, és egy jobb irányba viheti el a gondolatainkat. Attól még ugye a testi szinten a stressz megmutatkozik, esetleg pulzusszámnövekedés, stb., de teljesen más lesz a mentális hozzáállásunk a helyzethez, úgyhogy tök jó. Igen, igen.
És hogy ez tud lazítani például rajta, hogy tényleg megmutatkozik, és ott lesz bennünk az az izgalom, és testi szinten, de hogy legalább egy picit le tudjuk magunkat lazítani, és a kíváncsiság olyan hormonokat, meg olyan érzetet is a testünkbe tenni, hogy okay, calm down, szóval igen, igen. Aztán az inspiráció, az a... akár egy festményt, ha látunk, vagy akár én például Máté Bence képeiről írtam egy a pozitív pszichológia szemüvegén keresztül egy cikket, és hogy ez egy fantasztikus természetfotós, hogyha esetleg valaki. Ja, köszönöm, hogy kiegészítetted. Igen, és hogy az az inspiráció, hogy nyilván én nem álltam neki a természetet utána fotózni, nem ilyen szempontból, de akár még ahhoz is megjöhetett volna a kedvem. Viszont az abszolút, hogy érdeklődjek a természet iránt, és hogy erre tudott engem inspirálni, hogy legyek nyitottabb, lássam jobban a madarakat, a fákat, jobban úgymond, vegyem észre. Akkor... Illetve hát inspirálódás ugye van Anitának az oldala, tehát hogy ezt szerintem nem szabad itt kihagyni, hát hiszen nálad minden az inspirációról szól. Igen, köszönöm, hogy mondod. Eszembe jutott azóta plusz egy érzés, nem. A remény. A remény, jaj, de szép ami pedig. Annyira nagyon fontos érzés, mert onnan tud elbillenni az ember, hogyha reményvesztett, akkor megy a tehetetlenség felé. Ugye, hogy az egy ilyen vízválasztó? Az egy ilyen vízválasztó, igen. De abszolút a remény egy olyan fontos. A mindennapokban tartsuk meg, amennyire tudjuk. És talán valahogy emberekben belénk van ez a remény, hál' Isten. Kódolva, jobban, néha el tudjuk veszíteni, de aztán már mindig ott van, hogy jobbra fordulhat. Igen, ez a remény hal, meg utoljára ezt leszem véletlen. Igen. Igen. Hogy ez azért nagyon erősen bennünk van, hogy a remény ott van. Tehát amikor már valaki reménytelen, az már nagyon rossz. Abszolút. A derű, például arra így konkrétan nem tudnék mondani, hogy a derűt azt magá milyen gyakorlattal lehetne kiváltani, mert azt számomra is, amíg nem voltam benne, derű az melyik érzés is, mert az nagyon ilyen, ez amikor ülök a parton, és azt mondom, hogy de jó minden, és hogy... Ez szerintem hasonló a Balatonpart. Ez igen, is eszemültet meg a Dán hüge feelinghez, de jó. Az okozhat egy ilyen derűs, kellemes abszolút érzés. Kellemes talán. Érzés. Egy kellemes együttlét, vagy csak úgy rendben vagy, úgy jól vagy. Én itt most bevonnám a hallgatókat, hogy írjanak olyan helyzeteket, ahol szerintük lehet érezni ezt a derűt, mert én mondtam egyet a Balatonparton ülni, nézni a vizet és napsütésben. Sütkére, csak érzel, de hogy esetleg milyen más olyan hétköznapokban is beépíthető helyzet van, ahol ezt érezzük, vagy érzitek, írjátok meg nekünk. Egy jó könyvvel, tavasszal, ücsörögni a kertben, az is egy ilyen derűs pillanat. Nekem a zene szokott még derűs pillanatokat tényleg hozni. Tényleg, jó, hogy mondjam, inspirálom tőletek, hogy így jönnek ezek. Tényleg abszolút kiváltható, sokféleképpen kiváltható a derű. Abszolút. Nektek melyik a 9-ből a kedvenc érzésetek, illetve milyen gyakorlatot választotok? Mert oké, hogy igyekszünk gondolatokat átadni, gondolatmagokat, ami majd valahol kivirágzik, de hogy legyünk konkrétak, választhatok ki egy gyakorlatot, amiket most Dominika elmondott, és próbáljátok ki holnaptól. Nézzük meg, hogy milyen klassz, pozitív változás alakulhat. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, írjátok meg, hogy milyen további adásokra vagytok kíváncsiak, akár témaötletet is várunk szeretettel, és Dominikának is köszönjük, hogy itt volt. És hallgassátok meg az előző adást vele, mert ott a hálagombról és a háláról volt szó. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon köszönöm! Napot. Sziasztok!